Idén is megrendezésre került a Magyarok Világszépe verseny castingja, belföldről és külföldről is szép számmal akadtak jelentkezők. A zsűri tagjai Muszka Gréta, a Magyarok Világszépe 2018-as királynője, Egri Péter, a Mystery Gang frontembere, valamint a Miss Intercontinental Hungary License tulajdonosa Fási Ádám. Nem lesz egyszerű dolga az ítészeknek, hiszen a sok gyönyörű lány közül nehéz kiválasztani azokat a hölgyeket, akik megmérettethetnek a koronáért. A leendő királynő a szépség, a jóság és a szeretet nagyköveteként hivatott erősíteni a magyar hagyományokat és segíteni a rászorulókat. A tavalyi királynőtől, Muszka Grétától megtudtuk, hogyan érezte magát, mint zsűritag, illetve milyen szempontok alapján bírálta a hölgyeket. Tavaly nagy izgalmakkal vágtam neki én is ennek a castingnak, ennek a versenynek, de a vége az nagyon jól sült el, és jól sikerült, ugye megnyertem. Idén is nagyon izgatottan vártam a castingot, csak most ugye az asztal másik oldalán ültem, és fantasztikus élmény volt. Nálam nagyon számított a magabiztosság és az első benyomás, ahogy megjelentek az első pillanatban nálunk a lányok, tényleg nálam az döntött el mindent. Mosolygott, tényleg nem izgulta túl, bár én is nagyon izgulós vagyok, de ha egy picit is többet tudott nyújtani, mint más lányok, akkor nálam már vitte is. Eszemet elvesztem én. A Mystery Gang énekese Egri Péter elárulta, hogyan érezte magát új szerepében. Nagyon nagy tisztelettel fogadtam azt a felkérést az elmúlt időszakban Fási Ádám barátomtól, hogy vegyek részt ennek a nagyszerű versenynek a zsűriében, és hogy hihetetlen érzés volt most itt belelátni, hogy micsoda profizmus van egy-egy ilyen verseny mögött, és hogy mennyire profin összeszokott stáb és csapatként dolgozik Ádám mellett, mögött, előtt sokszor a családja. Ez számomra példaértékű. Szeretnék majd egyszer én is valami ilyen közegbe, nemhogy dolgozni, élni. Úgyhogy ez itt hihetetlenül megcsapott ennek a profi dolognak a szele, és hogy közben meg nagyon jó érzés volt csinos lányokat, nem csak Magyarországról, hanem ugye nemzetközi versenyről van szó, környező országokból, sőt volt betekintésünk, sajnos nem kerültek be a versenybe, de elég messzi földekről érkezett lányokról is, de nagyon csinos lányok jöttek Magyarország területéről, Erdélyből is, szóval délvidékről is, Szlovákiából is bekerült kislány. Pétertől azt is megtudtuk, hogy szerintem mitől lesz egy hölgy jó királynő. Szerintem a királynőnek azért nagyon sok olyan pozitív tulajdonsággal kell rendelkezni, ami túlmutat azon, hogy valaki szép, biztos, hogy jó, hogyha értelmes is, világlátott, vagy ne egy Isten tanult, sok minden dolgot látott a világban, hogy van elképzelése a jövőjéről, vagy ne egy Isten, nem is azt mondom, hogy a föld és a világ béke fogalmáról, de valahogy az ő a kis életében mit tervezel, és már ez egy nagyon jó dolog, ha valaki egy kis ember is tudja, hogy hogyan tovább a következő 3, 5, 8, 10, 20 évben, ez egy fantasztikus dolog ma ezt egy fiatal nőtől. Elég nagy önbizalom kell ahhoz, ahogy itt ugye zsűriként is részt vettem benne, hogy akkor itt most több ember előtt gyere be fürdőruhában, és mutasd meg, amit van, és legyél rá büszke, és szóval hogy azért ez jó nehéz dolog lehet, úgyhogy biztos a királynőnek elég nagy önbizalommal is kell azért, hogy rendelkezzen. És hát ugye hát a csinos meg, hogy szép, az nyilván alap. Ápolt, jaj, az ápoltságot szeretném kihangsúlyozni, nagyon fontos. Nem csak egy kellemes kis pofika, vagy egy szép kis haj, nagyon fontos a szép szem, szép száj mellett, a kéz, a láb, a vállak, a csípő, azok a térd, azok a részletek, amikben az ördög elvész. Lássuk a döntős csapatot! A nevem Keller Júlia, 23 éves vagyok, egy szlovákiai kisvárosból, Vágsejéről származom. Idén diplomáztam, a Budapesti Gazdasági Egyetemen szereztem meg a mesterszakos diplomámat, turizmus menedzsment szakon, amit angolul tanultam, ezen kívül beszélek még szlovákul is. Szeretek utazni és új embereket, új kultúrákat megismerni. A kedvenceim közé tartozik az úszás, a kerékpározás, régebben néptáncoltam is, valamint a zene közel áll hozzám, mivel kiskoromban több mint 10 éve tanultam zongorán játszani. Fodor Réka vagyok, 21 éves. Gödön élek édesanyukámmal és a 3 cicánkkal,
Szeptemberben kezdem a második évemet a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatójaként. Szenvedélyem az éneklés, a sütésfőzés, valamint a sport. 12 éven keresztül karatéztam, ahol barnevet sikerült szereznem, illetve angolul és franciául középfokon beszélek. Vascsák Kitti vagyok, 17 éves, Miskolcra érkeztem. Jelenleg még tanulok. A továbbiakban úgy tervezem, hogy a Miskolci Egyetemen fogok tovább tanulni, kriminológiai szakágon, és úgy gondolom, hogy esélyes vagyok arra, hogy megnyerhessem ezt a versenyt is, mivel lételemem a szereplés, és szeretném megmutatni magamat minél több dologban. Lukács Thanh Huang Ildikónak hívnak. A Thanh Huang egy vietnám eredetű név. Édesanyukám vietnámi, édesapukám magyar, és édesapám nagyon-nagyon ragaszkodott ahhoz, hogy megtanuljuk a nyelvet, és tovább vigyük ezeket a vietnámi neveket. 22 éves vagyok, Budapesten élek, emellett a hobbim, egyben a szakmám, amit éppen tanulok, a divattervezés. Bíró Tünde vagyok, 22 éves, Berecből, Erdélyből érkeztem. Egyetemi hallgató vagyok könyvelés és gazdasági informatika szakon. Szeretek olvasni pszichológiai, motivációs jellegű könyveket. Hobbiaim közé sorolhatom a rajzolást, a festést, mivel úgy érzem, hogy így tudom legjobban kifejezni a gondolataimat, érzéseimet. Lőrinc Viviennek hívnak. 26 éves vagyok, Debrecenben születtem és jelenleg Budapesten élek. Az egészség és a szépségipar az, ami engem érdekel. És azt gondolom, hogy a szépség az nem csak kívülről, hanem belülről fakad. Cserés Krisztina vagyok, 20 éves, Győrből jöttem, és jelenleg a fitness instruktor okája és képzést csinálom. Nagyon szeretek nyelveket tanulni, szabadidőmben, illetve sportolok, rendszeresen járok edzőterembe, személyi edző szeretnék lenni, illetve idén fogom elkezdeni az ELTE germanisztika szakot az egyetemen. Kohajda Zsanett vagyok, 23 éves, kabai származású, de 3 éve már Debrecenben élek, ahol jelenleg egy helyi bölcsődében dolgozom, úgy csecsemő és kisgyermeknevelő, valamint a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karának vagyok végzős hallgatója. Szabadidőmet a barátaimmal, a családommal és a párommal töltöm, valamint nagyon szívesen olvasok szakmai irodalmakat és pszichológiai témájú könyveket is. Mikó Fanni vagyok, Miskolcról érkeztem és 21 éves vagyok. 16 éves korom óta foglalkozom modellkedéssel, és azóta számtalan országba sikerült eljutnom. Nagyon szeretem a komoly zenét, és ezért is megtanultam zongorázni, ez az, ami igazán kikapcsol. Nagyon szeretek utazni, és nagyon boldog vagyok, mikor utazhatok, viszont mindig hazahúz a szívem Magyarországra. Szuperág Barbara vagyok, 20 éves. Jelenleg Budapesten élek. Tanulmányaimat a Nyíregyházi Egyetem Gazdaságtudományi Intézetének gazdálkodási és menedzsment szakán végzem. Későbbiekben diplomata szeretnék lenni. A nyelvtanulást nagyon fontosnak tartom, ukránul, oroszul, angolul és héberül is beszélek. Szabó Ildikó vagyok, 25 éves, Budapesten élek. A Műszaki Egyetemen diplomáztam, most jelenleg létesítmény menedzserként dolgozom. Ez egy irodai munka, de mellette nagyon-nagyon szeretek sportolni, és hobbimként szoktam tartani csoportos órákat is. Számomra nagyon fontos az, hogy az embereknek tudjak segíteni, hogy minőségi életet tudjanak élni, azáltal, hogy megtanítom őket helyesen táplálkozni vagy sportolni. Az életben általában próbálok minél több dolgot kipróbálni. Gyerekkoromban táncoltam, majd próbáltam magam fitness modellkedésben is. Szeretek a világban úgy járni, hogy nyitott szemmel, amit lehet az kipróbálni, és minél több tapasztalatot begyűjteni, azáltal több és több embernek lenni. Mihó Korhida vagyok, 21 éves, a Fülöp-szigeteken születtem, Cebu Cityben. Édesanyám Fülöp-szigeti kiszármazású, apukám pedig magyar, és másfél éves korom óta élek Magyarországon. Versenyszerűen táblavagolok, ami azt jelenti, hogy lóháton teszünk meg 48-ban, akár 160 kilométert is. 3 magyar bajnoki címet sikerült már szereznem, amire nagyon büszke vagyok. Ternyi Ramuna vagyok, 26 éves, Vulkányból érkeztem, jelenleg egy konyhán dolgozom, szakácsként végeztem. Azért szeretnék diétás szakácsnak tovább tanulni, hogy a speciális étkezésre szoruló gyermekeknek tudjak segíteni, illetve akik ételintoleranciával küzdenek. Szabadidőmben műkörmezéssel foglalkozom,
illetve édesanyukámnak a családi vállalkozásban segítek be. Ő virágkötő és esküvői dekorációkban szoktam neki segítkezet nyújtani. Áldott Nóra virágnak hívnak, 17 éves vagyok és Gyúrón élek a családommal. Jelenleg Budapesten a Szent Margit Gimnáziumban végzem tanulmányaim. Ezek után a Pázmány Péter Egyetemre szeretnék tovább menni jog- és államtudománykarra, és ügyész szeretnék lenni. Szabadidőmben nagyon szerettek utazni, illetve kirándulni, hobbi szinten pedig modellkedni. Engem Oldal Szintiának hívnak, 21 éves vagyok, és Gyöngyösről érkeztem. Jelenleg sprintetabálóként tevékenykedem, idén indítottam el saját vállalkozásomat. Balogh Blanka vagyok, 22 éves Erdélyből, Gyergyócsoma falváról jöttem. A Bábesbolyai Tudományegyetem pszichológiai és pedagógiai karán tanultam. A negyedik éve óvónőként dolgozok, nagyon szeretem a szakmámat, szeretem nagyon a gyerekeket. 50. alkalommal szervezte meg a Magyar Szó a Strand Szépe választást a vajdasági Magyar Kanizsán. 16 hölgy vonult végig a kifutón, akik közül ketten bejutottak a Magyarok Világszépe döntősei közé. Simon Nikolett! Simon Nikolett vagyok, 17 éves, Szerbiából érkeztem Szabadkáról, tanuló vagyok, szabad időben szeretek horgászni, olvasni és leginkább utazni. És megkérnénk Fási Ádámot és Tóthy Annát, hogy adják át a koronát Szabó Noéminek, aki elnyerte ezzel azt a lehetőséget is, hogy képviseljen bennünket a Magyarok Világszépe versenyen Budapesten. Szabó Noémi vagyok, 18 éves és Vajdaságból, Horgosról érkeztem. Most érettségiztem a Szegedi Deák Ferenc gimnáziumban, és a tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetemen gyógyszer és tudományi karon fogom folytatni szeptembertől. A hobbim a sport, nagyon szeretek futni, járni, edzeni, valamint szabadidőmben zongorázni és táncolni is szoktam. Kezdetét vette a Magyarok Világszépe felkészítő tábora. A döntős hölgyek megérkeztek Orosházára, ahol rögtön el is foglalhatták a több mint egy hétig otthonként szolgáló szállodai szobáikat az Alföld Gyöngye Hotel jóvoltából. Az Alföld Gyöngye Hotelben vagyunk elszállásolva, ami számomra nagyon tetszik, és jól el vagyunk a lányokkal. Na, milyen volt az utad? Nagyon jó volt. Nem is volt olyan hosszú, mint amire számítottam, hogy jó volt. Na, nekünk is tök jó volt, szerencsé, hogy ide értünk. Nagyon örülök, hiszen a szobatársam Blanka nagyon aranyos lány, nagyon jól kijövünk, abszolút semmi konfliktus nincsen közöttünk, egy hullámhosszon vagyunk. A szobák elfoglalása után a versenyzők a hallban gyülekeztek, ahol elkezdtek közelebbről megismerkedni egymással, hiszen a későbbiek folyamán csapatként kell majd dolgozniuk. A jelöltek nem késlekedtek, hiszen már is megkezdték a versengést egy barátságos csocsóbajnokság keretén belül. Ezt követően pedig a hotel éttermében ebédeltek, finomabbnál finomabb ételeket, hiszen nincsenek diétára fogva. Önsarnyargatást nem fogok elvégezni, mert ha megkívánok egy sütit, akkor megeszem azt a sütit.
támogatóink, a Magisztrál, Orosháza város, amely a tábor helyszínét biztosította, valamint a budapesti Klauzál téri vásárcsarnok. A Kodolányi János Egyetem meglátogatása után a döntős hölgyek Fási Ádámmal karöltve ellátogattak az orosházi Szabadság térre, ahol a város polgármestere Dávid Zoltán fogadta őket. Köszönöm szépen neked, hogy akkor ezt a lehetőséget biztosítottad számomra. A szépségkirálynő választás előhetében voltak itt a szép lányok, azt gondolom Orosházán. Ezzel is meg tudtuk mutatni Orosháza szépségeit, értékeit a szép lányoknak, és a szép lányokon keresztül azt gondolom, hogy kedvet tudtunk adni azoknak az érdeklődőknek, akik a szép lányokat akarták megnézni, de megnézték Orosháza szépségeit is. A polgármester úr elsőként a város főterén található körtefát mutatta meg a finalistáknak és Fási Ádámnak. Az 5 méteres alkotást a Kovács Júlia Szilágy András művészházaspár álmodta meg és készítette el. Az Orosháza újratelepítése című üvegplasztika Európában is egyedülállónak számít 5 méteres magasságával. A kompozíció esténként fény és hangjátékkal teszi különlegessé a város főterének hangulatát. Annak, hogy éppen egy körtefa készült el üvegből a város legfrekventáltabb pontjára, szimbolikus oka van. Maga az alapanyag arra utal, hogy a modern Orosháza egyik fundamentuma éppen az üveg, hiszen az üveggyári beruházások alapozták meg azt a gazdasági fejlődést, melyen a város átment az utóbbi évtizedekben. A körtefa pedig egy korabeli legendára utal. Az 1744-ben az orosházi pusztára érkező zombai telepesek Szent György napján érkeztek meg újföldesuruk hívására, s egy hatalmas körtefa fogadta őket, melyhez kiköthették lovaikat. Volt szerencsénk a polgármesterrel is találkozni, aki elhozott minket Orosháza főterére, ahol megmutatta az üvegből készült körtefát, amit úgy gondolom, hogy nagyon egyedi, és az országban nincs még egy ilyen. Nagyon tetszett nekem ez a város, mivel csendes, és nagyon kedvesek az emberek, nagyon szép parkja van, sok program volt, és nagyon élveztem. Orosházán megtekintették az evangélikus templomot, azt a harangot, amit őseink hoztak ide magukkal. Megnézték azokat a értékeket, múzeumot, körtefát, szobrokat, főterünket, azokat az értékeket, amit azt gondolom, hogy mindenféleképpen magunkról ismertetőként szívesen teszünk bele könyveinkbe, szívesen propagálunk a képeslapjainkon. Azt gondolom, hogy a hit az nagyon fontos. És az, mikor én bementem ebbe a templomba, akkor úgy teljesen el tudok szellemülni, és tényleg így átértékelni azokat a dolgokat, amik valójában benned vannak. Nagyon örülök, hogy Orosházán van a tábor, mivel még nem jártam itt ezelőtt, mivel vajdasági vagyok, és nagyon örülök, hogy megcsodálhatjuk a város nevezetességeit. Az evangélikus templomban található 75 kg-os zombai harangot József Steinstock öntötte Budán, s a zombait evangélikusok vitték magukkal Orosházára. Orosháza polgármester úr, Dávid Zoltán fogadott minket nagyon kedvesen, körbevezetett minket a főtéren, elmesélte az egésznek a történetét, a körtefa történetét, hogy hogyan vándoroltak át a családok zombáról, meglátogattak az evangélikus templomot, utána pedig leültünk egy közös kávézásra. Remélem, hogy a próbák között lesz egy kis időnk lazítani is, és megnézhetjük majd a gyopáros fürdőt együtt a lányokkal, és kicsit szórakozhatunk is közben. Nagyon várom azt, hogy a lányokkal eljussak, és a gyopáros fürdőt kipróbáljam, mert azt már nagyon sokszor hallottam egyébként. Úgyhogy igazából nagyon örülök, hogy egy olyan helyre megyünk, ahol még nem jártam, és felfedezhetem. Fási Ádám teljesítette a hölgyek kívánságát, és elvitte őket az Alföld gyöngyszemeként emlegetett fürdőbe.
sok próba közepette jó volt egy kicsit felszabadulni a gyopárosi fürdőben ma. A gyopáros tó az ősi Maros-meder vonulatában keletkezett. A három egységből álló szikes tórendszer 14 hektáron terül el. A tó fürdő céljára való használatát dr. László Elek orosháza jeles orvosa kezdeményezte. 1869-ben gyógyító hatású fürdőhelyé nyilvánították. Máig az Alföld gyöngyeként emlegetik. A lányokkal a mai napon vízibicikliztünk a gyopáros fürdői tón. Én nagyon jól éreztem magamat, hiszen már nagyon régen vízibicikliztem. Én voltam az egyik sofőr, ezért különösebben élveztem. Nagyon jó volt a társaság és a hangulat is. A lányokkal versenyeztünk is. Hát én úgy gondolom, hogy a mi csapatunk nyert, már mások ezt megcáfolják, de mi nyertünk. A vízi biciklizést követően a finalisták az élményétterem vendégszeretetét élvezték. Fák nélkül szennyezett lenne a környezetünk, ezért tartom fontosnak, hogy minél több fát kellene ültetni, hiszen ez tisztítja a környezetünket és egészséges az emberek számára, meg természetesen a környezetünket is szebbé teszi. Fásítási program. Fát ültetett a Magyarok Világszépe csapata az orosházi fürdőben. Fási Ádám a verseny ötletgazdája és a 18 döntős hölgy újabb programmal fejezte ki köszönetét az orosháziak vendégszeretetéért. Ugyanis a felkészítő tábornak helyet adó város közkedvelt fürdőjében ültettek el egy gömb eperfát a tóparton. Ezzel csatlakoztak az Agrárminisztérium által meghirdetett országos faültetési akcióhoz, melynek célja, hogy hazánk még zöldebb legyen. Részt vettünk egy csoportos faültetésen, ami azért is lényeges, ugye, mert napjainkban nagyon sok a szennyezés, és nagyon fontos lenne, hogy fákat ültessünk, ugye az oxidációt segítsük. Ezért is nagyon jó program, hogy ezt bevezették, például ahonnan én jövök a Fülöp-szigeteken, a diákok csak úgy tehetik le az érettségit, hogyha mindenki elültet egy fát. Addig nem mehet senki vizsgázni. Úgyhogy ez számomra igazán különleges program volt. Az aktív kikapcsolódás sem maradt el. A Magyarok Világszépe csapatának útja az Ötvös csarnokba vezetett, ahol az orosházi FKSF férfi és az orosházi NKC női kézilabda csapatok játékosaival, szakembereivel találkoztak. Sőt, próbára tették a kapusokat is. Voltunk az Ötvös csarnokban, ahol NB1-es orosházai csapattal találkoztunk, és ez nagy élmény volt számomra. Találkoztunk NB1-es nő és férfi kézilabdázókkal, ami hatalmas élmény volt, hiszen igazi sportembereket ismerhettünk meg, és ugyan én is sportoló vagyok, mint lovas, de az én sportom teljesen más, és egy élmény volt velük találkozni és tanulni tőlük, és látni őket. Csábító, de voltam már annyiszor áldozat én is. Néha elkap az a bűnös kísértés. A fináli egyik fellépőjétől, Varga Viktortól megtudtuk, hogy mit szól a mezőnyhöz, és szerintem mitől lesz valaki jó királynő. Megnéztem a döntős lányokat, hát mindenki gyönyörű, ahogyan ez lenni szokott a szépségversenyen itt Ádáméknál.
Nem tudom, én nem akarok kiválasztani senkit, mert ez nem az én tisztem, erre nyilván ott lesz a zsűri, viszont hát gyönyörködtem bennük rendesen. Szűkével álmodtam, barnával érkeztem. Ó, egy vörös lánnyal táncoltam, de mással ébredtem. Később már mást néztem, göndörre éheztem. Szerintem ma már nem elég a szépség, ez már abszolút kiderült, sőt, az egy mellékszál, vagy egy kötelező szál egy szépségversenyen. Szerintem ami a legfontosabb az, hogy legyen szociális érzékenysége, illetve hát ezek a charity dolgok, ezek eléggé működnek, főleg úgy, hogy egy olyan világba érkeztünk el, ahol szükség is van arra, hogy felhívjuk bizonyos dolgokra a figyelmet. Úgyhogy szerintem ez az egyik legalapvető és legfontosabb küldetése egy királynőnek. Másrészt pedig azért az intelligencia szintet azt nagyon meg kell ütni ahhoz, hogy ez működni is tudjon, és a kapcsolatai révén sikeressé tegyen akármit. A Petőfi Művelődési Központban nagyon szorgalmasan dolgozunk minden nap. A próbák nagyon kemények, de mindenki odarakja magát és próbálja kihozni magából a maximumot. A lányok elárulták, mit szólnak a magisztrál által biztosított fürdőruhákhoz. Nagyon örültem, hogy egy rózsaszín csillogós fürdőruhát kaptam. Ma ruhapróbán vettünk részt, és nagyon örülök, hogy megtaláltam legelső pillanatra a hozzám illő fürdőruhát, mivel piros és fehér színű. Szerencsére sikerült megkapnom a legkedvencebb bikinimet. Azért is nagyon örülök neki, hogy kék színű, mert nagyon szeretem a természetes színeket, tehát mindenképpen szerettem volna egy zöld vagy egy kék árnyalatot, úgy gondolom, hogy ez hozzám nagyon közel álló szín. Vannak rajta kis kövek, amik feldobják, és szerintem nagyon szépen fog csillogni a fényekbe is, úgyhogy igazán nőies darab. Keményen kell dolgoznunk, és egymást is segítenünk kell. Én úgy gondolom, hogy előrébb jussunk. A felkészítő táborban meglátogatta a lányokat a Mr. Gerald budapesti nagy cirkusz igazgatója, Steingruber Gerald, aki a Magyarország legjobb bohóca címmel büszkélkedhet, és egy különleges szerep vár rá a fináléban. A próbák azok nagyon jól sikerültek, én személyem szerint is nagyon élveztem. Ennyi csinos hölgy között természetes. Kisebb, nagyon nehézségek voltak, de minden természetesen, tökéletesen és profin megoldottunk. Cirkusz előadáson belül személyem szerint vizuális humor szoktam szolgáltatni a közönség felé, viszont most ezen a versenyen egy teljesen más vonalat kell megmutatnom a közönségnek. Mr. Gerald Budapest Nagy Cirkusz előadásából is látható lesz két különleges produkció. Az egyik egy levegő akrobatika lesz, amit a Duo Krisztál fog előadni. Nekünk előadáson belül ők egy díjnyertes produkció, és egy nagyon látványos mutatványt fognak előadni ezen a szépségversenyen. És mellette két fiatal artista hölgy is lesz, a Pole Dance Duo. Ők egy akrobatikus utat fognak előadni, ami szintén nagyon látványos és eredményes produkció. A hölgyekkel két közös produkcióra is készülünk. Személyem szerint a koktél és az estei ruháknál fogok a produkcióban részt venni, de hogy milyen formában, ezt nem árulhatom el. Ez legyen inkább meglepetés. A próbák nagyon jó hangulatban telnek, nagyon fárasztó, de ahhoz, hogy maximális teljesítményt hozzunk, ahhoz mindenképpen szükség van ennyi gyakorlásra. Nekem a kedvenc koreográfiám a magyaros viselet, mivel 6 évig néptáncoltam. Fú, ez egy nagyon kemény nap volt. Nézek egy filmet, aztán alszom egy jót. Támogatóink. A Magisztrál. Orosháza város, amely a tábor helyszínét biztosította. Valamint a budapesti Klauzál téri vásárcsarnok. A
A magyarok világszépe döntőseinek lehetőségük nyílt ellátogatni az országos szinten elismert asztalosné Szilágyi Julianna száraz tészta készítőhöz, ahol a lányok betekintést nyerhettek a tésztakészítés rejtelmeibe. Most itt vagyunk Orosházán, egy egyedi otthoni házi tésztakészítő üzemben, és megmutatták nekünk, hogy hogyan is készül az igazi házi tészta, és nagyon érdekes, hogy belepillanthattunk ebbe. Úgy gondolom, hogy ez mindenki számára egy hihetetlen élmény, és nem mindenki gazdagodik ilyennel. Julianna édesanyja volt Orosházán az első tésztás néni, tőle tanulta meg a szakma csínyát, bínyát. 90. március 11-én kaptam meg, de édesanyám 1976-ban kapott iparengedélyt, és én 76-tól, mint a anyu mellett kis segítség, én már akkor megismerkedtem a csínyával, bínyával. A döntős lányok elárulták, hogy mit gondolnak a rivalizálásról. Annyira leszívja az energiámat, hogy én nem hagyom. Tehát én azért csinálom, mert magamért csinálom, azért csinálom a divattervezést is, és azért jelentkeztem, mert én szeretnék fejlődni, és még több kihívás elé állni, hogy tényleg még jobbnak érezzem magamat. Igazából nem félek a rivalizálástól, mert én nagyon közvetlen embernek tartom magam, és jól kijövök általában másokkal. Igazán összekovácsolódtunk, és nem gondolom azt, hogy túl sok rivalizálás lenne közöttünk. Én úgy gondolom, egy nagyon jó kis csapat jött össze idén. A rivalizálást nagyon nem szeretem, meg a kiközösítést sem. Én nem vagyok egy középpontban lévő ember, én inkább a háttérbe húzódok, szóval nem nagyon szoktam rivalizálni se, kiközösíteni se senkit. Inkább barátkozok, és közvetlen vagyok mindenkivel. Igazából én nagyon konfliktuskerülő típus vagyok, és én szerintem, ha bármi konfliktusba keverednék, engem nem nagyon érdekelne ilyen egyik fülemembe másikon ki, tehát tényleg próbálok csak magamra fókuszálni, csak a célokra, csak arra, hogy ez egy verseny. Nyilván szeretném, hogyha jó barátságok születnének így a egy hét alatt, viszont tudom, hogy azért ez egy kicsit lehet, nem is lesz őszinte mindig, mivel ugye versenyzünk. A finalisták útja az orosházi Kyokushin Karate szabadidőkör edzőtermébe vezetett, ahol Zsiga Zsolt elnök edző avatta be a lányokat a munkájukba. Ifjabb Zsiga Zsolt, profi Kyokushin világbajnok pedig edzésre hívta őket. A 18 szépség örömmel vetette bele magát a programokba a kiemelkedő sportélettel rendelkező Orosházán. Több évtizede meghatározza a karitatív tevékenység Fási Ádám életét. A jótékonyság az általa szervezett rendezvényeken nem maradhat el. Ádám a versenyző hölgyekkel együtt az Egyesített Gyermekjóléti Központot és Családsegítő Szolgálatot látogatta meg, ahol Fejes Róbertné Nóra, alpolgármester és az intézmény vezetősége fogadta őket. A gyermekek a legfontosabbak, és mindig a gyermekek felé orientálódunk, és mindig a gyermekeket célozzuk meg, ezáltal a nagycsaládosokat, hogy a gyerekeknek különböző játékokat, adományokat, élelmiszert és különböző juttatást tudjunk adni. Volt a szervezetünknek nagy sikere is, hisz 98-ban az év meccénása lettünk Magyarországon, és 2000-ben Donald Trumptól, a mostani Amerikai Egyesült Államok elnökétől megkaptuk a
világ legjobban működő karitatív szervezetének a címét. Orosház, az a gyönyörű kis ékszerdoboz város adott nekünk lehetőséget, hogy itt lehessünk. Azt gondoltuk, hogy ugyanúgy ezt a tevékenységet ide célozzuk, ezt az adományt, és a nagy családosok részére. Amikor jelentkeztem, akkor tisztában voltam vele, hogy jótékonykodni is fogunk, és ez nekem még szimpatikusabbá tette ezt a versenyt. Nagyon fontos az életemben a jótékonykodás, és nagyon szeretek segíteni másokon. Igazából ez egy nagyon jó pont, hogy a jótékonykodás ekkora szerepet kap. Igazából édesanyám érzelmileg sérült gyerekekkel foglalkozik, és látok ilyen gyerekeket sajnos, és örülök, hogy jótékonykodunk. Nyilván hivatásomból kifolyólag is a gyerekek nagyon közel állnak a szívemhez, és tényleg mérhetetlen szeretetet érzek irántuk, így úgy gondolom, hogy igen, ez egy nagyon jó dolog. Nekem a versenyben ez nagyon szimpatikus volt, hogy ekkora hangsúlyt kap a jótékonykodás. Nagy öröm számunkra, hogy Fási Ádám és csapata jó voltából ehhez a jelentős adományhoz jutottunk. Intézményünk számára ez nagyon nagy segítség. Köszönjük szépen! Erzsébetváros Budapest legkisebb területű, egyúttal legnagyobb népsűrűségű kerülete. 1881. decemberében a kerületi polgári kör kérvényezte, hogy a 7. kerületet első Ferenc József feleségéről, Erzsébet királynéről nevezhessék el Erzsébetvárosnak. 1882. február 7-én az új elnevezés beiktatásra került. Voltunk egy ilyen városnéző túrán a 7. kerületben, ez szerintem nagyon jó csapatépítő, tudtunk közben beszélgetni, sétálni, megismertük jobban egymást, és ellátogattunk a Rózsák téri Szent Erzsébet templomba is. Az Árpád-házi Szent Erzsébet plébánia templom Budapest 7. kerületében Erzsébetvárosban a Rózsák terén található római katolikus templom. Megépítését 1895-ben kezdték meg Steindl Imre neogótikus tervei alapján. Az elkészült templomot végül 1901. május 16-án áldozó csütörtökön szentelték fel, és Árpád-házi Szent Erzsébet oltalmába ajánlották. A templom előtti téren állították fel 1932-ben a Szent halálának 700. évfordulóján Damkó József Szent Erzsébet szobrát. A teret ugyanekkor nevezték el Szent Erzsébet attribútumairól Rózsák terének. A lányok, akikkel itt megismerkedek, nagyon-nagyon kedvesek, és nekem nagyon tetszik, hogy a határon túlról is többféle lányjal megismerkedhetek. Ők is ugye hoznak egy ilyen kisebb szeretet a kultúrájukból, illetve nagyon jó volt, hogy kulturális programunk is volt. A Rózsák terén eljártogattunk egy templomba, és végig a friss levegőn sétáltunk, és ott is minél jobban meg tudtuk egymást ismerni, ami nagyon pozitív volt, mert minden lány nagyon-nagyon nyitott és kedves. A versenyző hölgyek egy része Fási Ádámmal karöltve ellátogattak a Klauzál téri piacra. A mai Klauzál tér első neve Stefánsplatz volt, melyet 1874-től István térnek hívtak. Itt épült meg Miklóssy Gyula István téri színháza. 1872. október 30-án Jókai prológusával avatták fel a teátrumot, amely nem sokkal később, 1874. január 2-án leégett. 1897-ben az egykori színház helyén épült fel a harmadik számú vásárcsarnok néven a mai Klauzál téri piac. Tervezői a fővárosi mérnöki hivatal építészei Kommer József és Kluncinger Pál voltak. 1907-ben a tér felvette Klauzál Gábor nevét. A 20. század második felében leromlottá vált épületet 2014-ben újítatta fel a 7. kerületi önkormányzat. A helyreállítást két alapvető szempont vezérelte, az épület értékeinek védelme, illetve annak hasznosítása. A műemlék jellegű értékeket megtartva, a kor technikai színvonalát alkalmazva. Negyedik alkalommal került megrendezésre a Magyarok világszépe fináléja egy fergeteges show keretén belül Budapesten. Fényben úszik már a színpad. Erre vártál álmaidban. Erre vártunk rég, hogy lássa szemünk még, ami szép az szép, nagy a kísértés. Me
Mennyi szépség egy csokorban, mennyi kétség egy mosolyban. Korona vár rád, ó, ne veszítsd el a fejed, itt nincsenek vesztesek, csak győztesek, csak győztesek. Magyarok világszépe, férfi szívek királynője, magyar lányod álmaidban, nekünk mond, mennyi hely van. Magyarok világszépe, férfi szívek királynője, magyar lányod álmaidban, nekünk mond, mennyi hely van. Földön minden nő királynő, mindenkinek más az első. Ma éjjel mégis te vagy a fény a lelkünk egén, mit mondjak én? A szépség mesél. Mennyi szépség egy csokorban, mennyi kétség egy mosolyban. Korona vár rád, ó, ne veszítsd el a fejed, itt nincsenek vesztesek, csak győztesek, csak győztesek. 18 gyönyörű hölgy és egy korona. Kíváncsi vagy, hogy ki lett a magyarok világszépe? Akkor tarts velünk holnap este 7 órától a FEM3-on. Támogatóink: a Magisztrál, Orosháza város, amely a tábor helyszínét biztosította, valamint a budapesti Klauzál téri vásárcsarnok.